Szűzanyai Szent István királyunk címmel tartott előadást dr. Varga Tibor, vallás és jogtörténész október 10-én a Szent István Katolikus Általános Iskolában. Az oktatási intézmény fennállásának 90. és újraindításának 25. évfordulója alkalmából szervezte meg a vallástörténeti előadást, melyet az iskola könyvtárában tartottak meg. Dr. Varga Tibor, vallás és jogtörténész elmondta, hogy a Szűzanya és Szent István király emléke több ponton is összefonódik. Például Szent István királyunk halála előtt 1038-ban a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának ajánlotta fel. Magyarországnak nagyon erős boldogasszony hite van. Több, még Kálmán Lajos is foglalkozott ezzel a 19. században, hogy hány boldogasszonyt, ő katolikus pap volt, és fölgyűjtött, hogy Szeged környékén hány boldogasszonyt ismernek, és ugye 7 boldogasszonyról tudtak, ebbe bele sorolták a Sallóst, a gyümölcsortó boldogasszony, akkor a Gyertyaszentelő boldogasszony, és nagy boldogasszony, és boldogasszony. Maradék két esetben mindenki más Mária ünnepet említett meg. Tehát nagyon mély a Máriához tartozásunk, és ez 1948 egyébként nagy boldogasszony napja az munkaszüneti nap volt. Egyébként Szent Istvánnak a neve is már érdekes, mert ugye első vértonú Szent Istvánról kapja a nevét, egyébként pedig ugye a névnek a jelentése görögből latinul a Stefanos. Stefanos az koronát jelent, tehát ha azt mondjuk, hogy Szent István, akkor azt is mondjuk, hogy Szent Korona. És azt nagyon jól tudjuk, hogy a Hartwig-féle legenda mint tulajdonképpen a halál pillanatában ajánlja föl, és ez nagy boldogasszony napján volt, úgyhogy tulajdonképpen a Szűzanya koronája Magyarország. A neves szakember egyebek mellett a Szűzanyához kapcsolódó 4 dogmáról és az ezekhez köthető Mária ünnepekről is beszélt, valamint előadásában kitért Szent István királyunkról szóló 3 legendára, a kis, a nagy és a Hartwig püspöktől származó, illetve Szűz Mária és a magyarok kapcsolatáról is szólt ejtett.